Gyújtópont. Gyújtópont. Minden hétköznap délután 4 órától 6 óráig. Ezt a webről is a Gyújtópont élőben köszöntöm a kedves hallgatókat, Király Tamás vagyok, vendégünk pedig Németh Sándor, a Híd gyülekezete vezető lelkésze. Szervusz Sándor! Szervusz Tamás, köszöntöm a hallgatókat! Ma hagyományosan a halottak napját ünnepli a világ, úgyhogy ezzel kapcsolatos az első kérdésem. Van ennek az ünnepnek bibliai eredete? Először is pontosítani szeretnénk, ma, ha jól tudom, a Minden Szenteknek a napja van, és holnap lesz a katolikus halottak napja. Egyiknek sincs természetesen bibliai alapja. Ezek többnyire pogány kultúrának a befolyásának, az érvényesülésének az eredményeképpen jött létre. Sokan az írekkel hozzák összefüggésbe, a halálkultusszal, de természetesen azzal nincsen semmi gond, vagy semmi probléma, hogy az emberek a szeretteiknek a sírhelyét felkeresik, és gondoskodnak arról, hogy az jól nézzen ki, szép legyen, virágot helyeznek rá, stb. De ezt azt gondolom, hogy az évnek más napján is fontos, hogy megtegyék. Tehát ez a ünnep, amit ünneppé tettek Európában, ez én az a megkockáztatom, hogy némiképpen bizonyos, ha a spirituális tartalmát is figyelembe vesszük, akkor inkább ellentétben van a Biblia kinyilatkoztatással. Miért? Hát egyrészt azért, mert a halál az Istennek és az embernek az ellensége. És nagyon sokszor az embereknek tév felfogásunk van az elköltözött embereknek a sorsával kapcsolatosan, például nem tudják pontosan a lelküknek és a szellemüknek, az elköltözött emberek lelkének, szellemének mi lett a sorsa. Némelyek úgy gondolják, hogy megsemmisült, ezek ugye többnyire, ha kimennek a temetőbe, akkor csak a maga a sírhelyt akarják rendbe tenni, és van egy természetes megemlékezés is biztos az elhunytakról, de abban az esetben, amikor azt gondolják az emberek, hogy például a sírban benne lakozik az ember, az illető, az elköltözött ember, akkor az ugye inkább az okkultizmussal áll összefüggésben, és az mélységesen ellentétben áll Isten igéjével, mert az elköltözött embereknek a lelke és a szelleme nem tartózkodik itt a látható világban. Istentől kijelölt helyen van, ahogy régi szólásmondás mondja, de hát ez a bibliai alapokkal rendelkezik, hogy az ember az elköltözés után vagy a pokolban van, vagy a mennybe van, attól függően, hogy milyen kapcsolata volt Istennel, illetve a megváltóval, szabadítóval, aki éppen Isten azért küldött el, hogy az emberek számára megszerezze az úgymond az üdvösséget. Akkor ez azt jelenti, hogy ebben a korszakban nincs átjárása az emberek lelkeinek a különböző dimenziók között? Nincsen. A Lukás 16-ban is van egy történet, amelynek meg vagyok róla győződve, hogy ezt a példabeszédet nem úgy kell értelmezni, hogy van egy üzenete, és maga a részletek nem tartalmaznak igazságot, hanem csak az üzenet az, ami érdekes. Ott a részletek is nagyon fontosak, például a közbevetett hal, a paradicsom és a Seulnak az elkárhozott, vagy a gyötrelmes része között. Másrészt pedig még egy információt tudunk, hogy akik az alvilágba beköltöztek, vagy lehet nevezni más világba, azok nem jönnek fel a látható világba, és nem állnak az emberekkel kapcsolatba, közösségbe. Még egy információ van ezzel kapcsolatosan ebben a történetben, hogy valamiféleképpen, ha más állapotban nyilvánvalóan, de az elköltözött lelkek megőrzik a személyiségüket, hogy a gazdag Lázár fölismert, illetve a gazdag ember fölismerte a szegény Lázárt, sőt Ábrahámot is, és fordítva is, ez azt mutatja, hogy az identitásukkal rendelkeznek. De természetesen más minőségű az állapotuk attól függően, hogy ki kerül a úgymond a paradicsomba, vagy illetve az új szövetségben mennybe, illetve a Seolba, a pokolba.
Hogyan kell viszonyulniuk azoknak, akik még életben vannak, azokhoz, akik mondjuk már elköltöztek? Hát én azt gondolom, hogy az élőkkel kell elsősorban foglalkozni, hogy a Biblia is beszél arról, hogy maga az Isten nem a halottaknak az Isten, hanem az élők Istene. Ezért hangsúlyozzuk a patriarkáknak a nevét, hogy Ábrahámnak, Jákob, Izsáknak az Istene, és ebben már benn van a feltámadásba vetett hit. Tehát éppen ezért a Bibliában a feltámadásra teszik a hangsúlyt, de a halál például igazak esetében az inkább János 11-ben a Lázár feltámasztásával kapcsolatosan az Úr egészen másképpen látta, és látja most is, mint a természetes ember. A természetes ember halált lát benne, a názáreti Jézus Krisztus a Lázárról pedig azt állította, hogy alszik. Persze a kifejezést utána tanítványok a természetes alvásnak értelmezték, és akkor azt mondták, hogy hát ha meghalsz, akkor nem kell sietni, de Jézus akkor hangsúlyozta, hogy meghalsz. Tehát Jézus Krisztusnál a halál az azt jelenti, hogy az embernek a testét, amikor elhagyja a lelke és a szelleme, akkor egy ilyenfajta, mivel hogy hiányzik a fizikai test, ezért van egy olyan passzív állapotban, várakozó állapotban, mint alváskor. Ez akkor azt jelenti, hogy valójában csak a teste alszik, úgymond az embernek, és a lelke pedig... Hát a teste, a test kerül a sírba. A temetők az elhunyt embereknek a hamvait őrzik. Mert a holt test azonnal holt testé válik, ahogy a szelleme az embert elhagyja. És természetesen a szellem, miután elhagyta az embert, rendelkezik személyiségi jegyekkel, tehát a lélekkel. A lélek az nem különálló része az embernek, az akkor jött létre, amikor az embert Isten a föld alkotó elemeiből megformálta, és utána az életnek a szellemét belehelte, és az anyagnak és a szellemnek a kapcsolódásából jött létre a lélek, vagy illetve a nefes. Na most ez a nefes, tehát ez a kettőnek az együttműködésének a megnyilvánulása. És természetesen és az embernek a szelleme az az általános rész. De ahogy megtestesül az emberben az életnek a szelleme, így válik az ember egyedi lényé. Tehát olyan Naomi, hogy nincs több, például a király Tamásból nincs több. Bármennyire is állítják, hogy hasonlítasz a nagypapára, erre, arra, vagy más emberekre, de akkor is te egyetlen egy ember vagy, személy vagy. Na most az elköltözéskor az embernek a szelleme ilyen egyediséget nyer a lelke által. És a lelke hordozza az ember személyiségének ezt az egyediségét. A szellem az az Istentől származó, és természetesen attól függően, hogy az ember milyen kapcsolatban állt az élő Istennel, és mit cselekedett, az meghatározza az embernek a szellemének, lelkének az állapotát. És mivel, hogy Isten szent, ezért az a Bibliának a felszólítása az emberhez, hogy a földi életben őrizze meg az embernek az ember a szellemét és a lelkét tisztán, szent állapotban adja át a Teremtőnek, mert akkor tud csak bekerülni az Istennek a jelenlétébe. Az ember megfertőzi a lelki és szellemét, akkor kiesik Istennek a jelenlétéből, és amivel megfertőzi az ember a lelkét és a szellemét, azt pedig a Biblia bűnnek nevezik. Tehát igazából ezek az alapvető igazságok, amikor az emberek az elköltözésről beszélnek, és semmiféleképpen nem helyes, amikor spiritizmushoz tartozó dolgok nyilvánulnak meg, például megidéznek elhunyt embereknek a szellemét, vagy pedig abban a tévhitben vannak, hogyha gyertyát gyújtanak, akkor az elköltözött embereknek a szelleme visszajön ezen a napon, és éppen ezért kell tiszteletet adni nekik. Ez már nem a kereszténység, ez inkább a sámánizmushoz áll közel, amely ugye az ősök szellemének a megidézésére teszi a hangsúlyt,
és ezek felemeknek áldoznak, tiszteletet adnak, mert úgy az a tévhit jelentő rájuk, hogyha nem adják meg a tiszteletet, akkor az ősöknek a szelleme megharagszik az élőkre, és a sorsukat megrontja. Ez természetesen mélyen Biblia ellenes, ahogy állítottam, hogy az embernek a lelke szelleme nem tartózkodik itt, és valójában ilyenkor az embereket gonosz szellemek látogatják meg, tehát ezért vigyázni kell ezeken a napokon, hogy az emberek ne tisztátalan szellemek előtt nyissák meg a lelküket, a szellemüket, emlékezés, gyász, vagy egy ilyen szomorúság, depresszió óráiban, ami esetleg kialakul a lelkükben a temetői látogatáskor. Egyébként ennek a depressziónak, szomorúságnak, gyásznak a hangulatában mennyire sérülékeny az ember lelke? Hát pontosan ez a helyzet, hogy az ember lelkének az ellenálló képességét a szégyen, a félelem, a depresszió, a szomorúság, a gyász nagyon-nagyon legyengíti, sőt törékenyé teszi, és gyakran bekerül az ember lelkében, szellemében, ugye a Biblia alapján mondva, ilyen tisztátalan szellem, és állandósítja az emberben például a szomorúságot, a depressziót, a fájdalmat, szenvelgést, amelyek természetesen nem a léleknek nem az egészségét mutatják, hanem a léleknek a betegségét. A lélek is az Isten egészséges lelket hoz létre az emberben, vagy hozott létre az emberben, és a léleknek is megvannak a betegségei, mind a fizikai testnek is. Daganatos betegségek, ugye fizikai betegségek, a gyulladások, a reuma, a közfény, stb., vagy fájdalmak, tehát ez a fizikai testben is ezek betegsége. A léleknek a betegségei pedig a szomorúság, a fájdalom, a depresszió, a letargia, a csüggedés, a csalódás, és nyilvánvalóan mindenkinek a lelkét érheti ilyen hangulat, vagy ilyen érzelmi érzetek, de akinek egészséges a lelke, ezeket az érzeteket úgymond egy ideig, óráig hordozza, de a lelke ezeket kivetéli magából. Akkor fontos a kibeszélés? Két, akik tudnak örülni az Úrban, és pontosan a Biblia, Pál apostol és más helyeken is a Biblia arra ösztönzi az embert, hogy örüljön és örvendezzen, és az öröm az nagyon fontos szerepet játszik a lélek egészségének a helyreállításában. Az adás alatt érkezett egy kérdés Andrea nevű hallgatónktól. Ezekben a napokban sokszor nagyon szomorúnak érzem magamat, eszembe jutnak az elhunyt rokonaim. Keresztény létemre gyakran érzek reménytelenséget és szomorúságot, pedig amúgy nem vagyok depresszív típus. Mit tanácsolsz, hogyan tudnék ebből az állapotból kitörni? Hát azt gondolom, hogy jobban oda kell figyelni az élő Istenre. Például a hívőknek ajánlom, de nem csak hívőknek, mindenkinek, hogy olvassák el a Bibliából azokat a részleteket, vagy fejezeteket, amely például a feltámadásról szól, a názáreti Jézus Krisztusnak a győzelméről szól, hogy legyőzte a halált, és ez megerősíti ezekben a napokban az embernek a lelkében a reménységet, mert a szomorúság, a reménytelenség az azt jelenti, vagy pessimizmus. A pessimizmus ugye a rossz várakozás jelent a jövővel kapcsolatosan. Az emberek várják, hogy rossz dolog történik velük, vagy akár a családjukkal, vagy a népükkel, és természetesen a rossz várás az embert passzívvá teszi, lemondóvá teszi, és nagyon sok képessége az embernek úgymond legyengül, sőt, el is halhat benne. Ezért kell erősíteni ezekben a napokban a reménységet, hogy mondja a Biblia, reménység nem szégyenít meg, és azért, mert Isten meg az ígéreteire irányul, és mivel Isten ígéretet feltételes és feltétel módon, feltétlenül a feltétlen ígéretek, például a feltámadás ígérete. De viszont már az igazak feltámadásában való részvétel, az már egy feltételes ígéret, és éppen ezért
az embert ösztönzi arra ez az ígéret, hogy töltse be azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik az emberben azt, hogy részt vegyen az igazaknak a feltámadásában. Ilyen nagyon fontos ilyenkor az öröm, tehát olyan dolgokkal lekötni az embernek magát, amely az embernek a lelkében örömet okoz. A Biblia a gyászt ismeri, amikor valaki elköltözik, volt, amikor 40 napos gyászszal búcsúztak az emberekről. A gyásznak a lényege az, hogy az élők lemondanak az elmúltról, és ahol a lemondás az időt igényel, különösen, ha szeretünk valakit, nem könnyű, hogy a lelkünkből is a szívünkből ki szakad az illető, és hát el kell engedni. Tehát akkor tud megnyugasztalódni igazából egy ember egy elhunyt szeretével kapcsolatosan, ha elengedi, kiengedi a szívéből is a lelkéből. És ki kell engedni a szívéből is a lelkéből, át kell adni az Isten kegyelmének, az Isten gondviselésének, akkor kap az ember vigaszt az elköltözőkkel kapcsolatosan. Tehát ezért nem tartom szerencsésnek azt, hogy az emberek ilyen meghatározott módon az évnek egy napján újra visszaengedik a lelkükben az elköltözött és elengedett embereknek a szellemét. Ha csak emlékezésről van szó, az egy más dolog. De azt gondolom, hogy az embernek a lelkének, a működésének megvannak a törvényszerűségei. És egy egészséges lélek tudja azt, hogy mikor kell valamire megemlékezni, és amikor spontán jön egy belső lelki folyamatnak az eredményeképpen, akkor többnyire valamilyen igazságot vagy tanulságot is fölismer az ember, vagy fölismer egy elmúlttal kapcsolatosan olyan dolgot, amit esetleg az életében nem vett észre. De ez a mesterségesen kitalált, vagy formalizált, liturgizált megemlékezésben, megmondom őszintén, én nem hiszek, én nagyon óvatos vagyok ezzel kapcsolatban. És ezzel párhuzamosan ugye van ez a depressziós, szomorú megemlékezés, de ezzel párhuzamosan egyre inkább elterjedt a világon ez az üzletszerű halálkultusz, ami meg egy ilyen vidámabb módon mutatja be a halált, ilyen például ugye a Halloween, a különböző boszorkányok, kísértetek és egyebek. Erről mi a véleményed? Hát ez kőkemény okkultizmusnak a tárgyköréhez tartozik, tehát ez a halál gonosz angyalának az ünnepe. Nem véletlenül nagyon sok tragédia, szerencsétlenség szokott történni ezekben a napokban, a világ különböző táján. Újra mondom, a halál az egy ellenség. Az embernek is ellensége, Istennek az ellensége, és az ember pontosan azért ember, mert küzd a halál ellen, akkor is küzd ellen, ha nem tudja legyőzni. És Isten pontosan azért küldte el a Krisztust, a Mesiást, hogy általa megszerezze az emberiség számára a győzelmet a halál fölött. És a kereszténységnek a lényege pontosan ebben áll, hogy a nazareti Jézus Krisztusnak a föltámadása által bebizonyosodott, hogy végre valahára van egy ember, aki legyőzte a halált, ez az egyik. A másik pedig, hogy van egy ember, akinek hatalma van a halál fölött, és ezért mondja Pál apostol, hogy ahogy egy ember által jött be a világba halál, ugyanúgy egy ember által jött be a feltámadás. Tehát ezért azt ajánlom a kedves kérdezőnek is, hogy a feltámadásra gondoljon, hogy van a halottaknak feltámadása, lesz feltámadás, és ez viszont az emberek lelkét és a telefonálónak a lelkét is biztos vagyok benne, hogy nagyobb reménységgel, illetve reménységgel tölti be, és nem szomorúsággal. Halál az egy tragédia. Ha arra gondol az ember, hogy akár egyéni, akár kollektív szinten az emberiségnek ez a végállomása, akkor hát az ember végig gondolja, hogy akkor van-e az életének értelme. Akkor Pál apostol, amit mondott, mint mondást, hogy együnk, ígyunk, úgyis meghalunk. Tehát akkor a moralitásnak szinte semmi értelme nincsen. Igen.
Ezzel párhuzamosan meg az merül fel, hogy aki hisz a feltámadásban, az onnantól tudja-e biztosan azt, hogy onnan a jó oldalra kerül. Tehát honnan tudhatja az ember azt, hogy üdvössége van? Hát ez már, igen, a kettő között természetesen van különbség, hogy valaki hiszel föltámadásba van, és van-e üdvösség. Az üdvösség az egy belső bizonyosság. Az Úr szelleme, a Szent Lélek, vagy Szent Szellem, tesz bizonságot az embernek a szellemében, arról, hogy üdvössége van, vagyis arról, hogy Istennek a gyermeke. És ez nem a tudatnak az átalakítás jelenti, mert a Szent Lélek az embertől független, isteni személy, hanem amikor beköltözik a Szent Lélek az emberben, akkor a Szent Szellem az ember szellemébe ezt a tanúságtevést teszi, és ebből a tanúságtevésből alakul ki az embernek a szellemében, szívében egy meggyőződést, hogy neki az Úr megbocsátotta a bűneit. És a bűnbocsánatnak pedig van még egy nagyon fontos objektív közvetítő igazsága, valósága, az pedig a názareti Jézus vére. Mert a Biblia azt mondja, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ez hosszú és téma lenne, és nagyon igényes lenne az, hogy kifejtenénk most, hogy miért fontos az engedtelő áldozat, és az engedtelő áldozatnak a vérrontása a bűnöknek a bocsánatában. Most csak egyet igazságot szeretnék kiemelni, hogy a bűn zsoldja halál. Tehát a bűn soha nem marad büntetés nélkül. A bűnnek a büntetése halál. És Isten, mivel hogy elfogadta a helyettesítő áldozatot, ezért van lehetőségünk arra, hogy a názareti Jézus Krisztusnak az engedtelő áldozatába és az engesztelésnek a vérébe vetett hit által elfogadjuk az Istennek az igazságát, ami a názareti Jézus Krisztus személyében van meg, illetve kapjuk meg akkor, amikor a vérét elfogadjuk, mint váltságdíjunkat, ami által Isten kiváltott bennünket a bűnnek a rabszolgasságából. Ez az ára, ez volt a fizetsége Istennek, hogy megszerezze az emberiség számára a bűnbocsánatot. Tehát ezért hangsúlyozzuk Jézussal kapcsolatosan, hogy bűn hördött helyettünk. A megfeszítés az a bűnhördése volt a názáretinek, de nem magáért bűnhődött, hanem mi helyettünk bűnhődött. Tehát éppen ezért csak a názáreti Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével és föltámadásával való hit általi azonosulás által tudja megkapni az ember ingyen kegyelemből, Istentől a bűnbocsánatot. És ez egy belső bizonyosságban jelenik meg az emberbe. És a Szentlélek nyilatkoztatja ki, vagy jelenti ki az ember szívébe. Ezt tudja az ember, hogy megvan, vagy nincs, vagy meggyengül, vagy erősödik, vagy elveszítette, és az elveszítés után visszanyerte. Az ember őszinte nem csapja be magát, akkor véleményem szerint tudja az ember, hogy személyesen, szellemével, szívével milyen közösségben, valóságos kapcsolatban áll a megváltójával. Nincs önmegváltás. Az ember nem tud magának bűnbocsánatot szerezni, nem tudja bűneit jóvá tenni, csak Jézus Krisztusnak a érdemei és jóvátétele által tud az ember bűnbocsánatot kapni. Mit tegyen akkor egy kedves hallgató, ha úgy érzi, hogy neki nincs meg ez a bűnbocsánata, ez a fajta örök élete? Hát ugye az egyik legfontosabb feltétel, azért mondja, így kezdődik az evangélium, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Ha pedig valaki keresztényként veszítette el ezt az üdvbizonyosságot, amire rákérdeztél, akkor pedig a János apostolnak a kijelentésére hívom fel a figyelmet, hogy bánja meg a bűneit, vallja meg a bűneit, és az Úr Jézus Krisztusnak a vére meg fogja tisztítani, és újra helyre áll ennek következtében, ha őszinte bűnbánat és megvallást megteszi Istennek, akkor helyre áll a názáreti Jézus Krisztussal és Istennel való közössége.
És természetesen itt is fontos, hogy, hogy higgyem az Úr kegyelmi ajándékába, mert nem azért bocsátja meg az Úr, mert megvallotta a bűneit, hanem azért bocsátja meg az Úr a bűneit, mert a názati Jézus Krisztus már ezt megszerezte számára. De viszont a visszatérés és a bűntől való elszakadás miatt nagyon fontos a bűnbánat és a bűnnek a megvallás. Az valójában azt jelenti, hogy az embernek a szíve, lelke elszakad a bűntől, és ezért fontos, hogy létrejöjjön az embernek a szívébe, lelkében a bűnnel kapcsolatos megbánás. Már amit megbánunk, abban azzal kapcsolatosan megerősödik bennünk a szándék, hogy nem akarjuk többet elkövetni. Még akkor se, hogyha kényszerítő erővel hat ránk. És ha megvallja és mégis elköveti, akkor meg valahogy valószínűség szerint szüksége van szabadulásra, mert gonosz szellemek tartják az életének bizonyos területét függőségben, vagy pedig kötelékben. De akkor talán ez is bizonyítja ezek a függőségek, hogy az ember nem feltétlenül tudja végrehajtani az önmegváltást, vagy nem feltétlenül tud saját maga, önmaga saját akaratából. Hát, gyakran igyekszünk, elfeledkezünk Jézus Isten jótéteményéről, Jézus Krisztus üdvözítő munkájáról, és próbáljuk magunkat jobbá tenni, de többször ennek gyakran az az eredménye, hogy orra esünk. Nem sikerül. Hanem ezért a lehetetlen dolog, mondja a zsidókhoz itt levél 11. fejezetében Istennek az igéje. Lehetetlen dolog Istennek hit nélkül tetszeni. Hinni kell, hogy ő létezik. Tehát hinni kell, hogy Jézus Krisztus a bűneink miatt halt meg és föltámadott. És visszatérve ugye halottak napjára, illetve az élőknek a napjára, mert a Biblia azt mondja Ezékiásnak az imájában az szerepel, hogy nem a sír, nem a halál dicsőít tégedet, hanem azok, akik élnek. Például a kérdésedre ez is egy válasz, hogy honnan tudom meg, hogy bizonyosságom van, és a bűneim meg vannak bocsátva. A lelkem és a szívem szabadon tudja örömmel dicsőíteni az élő Istent, akkor nincs nagy probléma a szívemmel és a lelkemmel. De viszont, ha bűnbe él, akkor az ember nem tudja az Istent önfeledten, akár esztetikus állapotban, újongva örömmel dicsérni őt. Valahogy lehet, hogy tud énekelni, de az énekét nem, éneke lelketlen szellem nélküli. Mi még eszembe jutott így a halottak napjával kapcsolatban, az ugye, hogy te is említetted, hogy a bűn zsoldja a halál, és hogy nagyon gyakran azért ezek a halálkultuszos dolgok egyúttal a bűn előtt nyitják meg az ajtókat. És ugye te is említetted az okkultizmust, ami talán az egyik leginkább kísérő jelenség ennek az ünnepnek. És akkor itt érdeklődnék, hogy az okkultizmus az tulajdonképpen bálványimádásnak számít, ami már ugye a 10 parancsolatban is található bűn. Ugye a 10 parancsolatban elsősorban az idegen istenek imádását és a bálmányoknak az imádását emeli ki. De az a tapasztalat, hogy amikor az emberek idegen isteneket imádnak és bálmányokat imádnak, akkor olyan szellemekkel kerülnek kapcsolatban, amelyek bevezetik őket az okkult világba. Miért jelent az okkult világ? Egy rejtettséget jelent. És a rejtettség pedig abban áll, hogy a Földnek az atmoszféráját tisztátalan szellem világ is kontroll alatt tartja, de a kilétüket úgymond rejtik, tehát homályban tartják, és nagyon gyakran az emberek is igazából nincsenek tisztában, hogy mikor lépnek át a természetes világból, például az okkult világba. A természet fölöttinek két forrása van. Az egyik forrás ugye Isten, a másik forrás a sátán. A Isten uralma alatt álló természet fölötti világba akar belépni az ember, akkor annak van ajtaja, és az ajtó Jézus Krisztus. Ezért mondja Jézus, hogy ha az Atyához imádkozunk Jézus Krisztus nevében, akkor az Atya meghallgatja az imánkat. De nagyon sokszor az emberek ezt figyelmen kívül hagyják,
hogy a természet fölötti világ az egy embernél ugye nagyobb erővel, nagyobb hatalommal, nagyobb intelligenciával rendelkező szellemi lényekből áll. És nagyon óvatosnak kell lenni az embernek, hogy ne kerüljön ezekkel kapcsolatban. Például a kapcsolatteremtés lehet látnoksággal, halottidézésekkel, vagy szellemlátások a látnokságnak különböző formáival, jövendőmondással, boszorkánysággal, varázslással. Ezek mind olyan tevékenységek, amik igen, összefüggésben vannak a idegen istenek imádásával, mert ha akihez fordul az ember segítségért, azt tulajdonképpen megteszi magának, Istennek. Istennek teszi meg az életébe. Ha valaki démonokhoz fordul információért, akkor démonok lesznek neki az istenek. És talán azért is érdekes mindez, mert ez be van csomagolva. Tehát még a kereszténységnél egyértelmű, hogyha az ember Istenhez fordul, addig itt sokszor ilyen ártatlan viccnek tűnik, hogy elmennek jósokhoz, elmennek és horoszkópot olvasnak, vagy éppen ugye, hogy már a gyerekeket is beöltöztetik különböző horrorisztikus szereplőknek. Tehát, hogy viccnek indul, csak nagyon nem vicc a vége. Hát igen, most az utóbbira szeretnék reagálni először is, hogy mondod, hogy beöltöztetik a gyermekeket. Igen, vannak mozgások, és vannak olyan természetes dolgok, amik természetesnek tűnnek, de mivel eleve egy vallási vagy démonológiai rendszerhez vannak kapcsolódva, ezért ha el is szakítják az emberek úgymond a természet fölötti tisztátalan szellemi tartalomtól, azok a ruházatok, azok a mozgások azért kapcsolatba hozzák őket tisztátalan szellemekkel. Tehát nem ajánlom senkinek se, hogy varázslóknak ilyen kalapját tegyék a fejükre, vagy annak ruhájába öltözzenek. Játéknak tűnik, de vannak olyan dolgok, amelyek a funkciójuk miatt determináltak. Tehát át vannak adva a tisztátalan szellemvilágnak, hogy vannak szakrális dolgok. És a szakrális dolgoknak és tárgyaknak az a jellemzője, hogy egyrészt Isten mondta, hogy készítsék el az emberek, ez nagyon fontos, másrészt Istennek a céljaira vannak oda szentelve. Ilyen a menóra, a frigyláda, vagy az úrvacsoránál a megáldott pohár, megáldott kenyér, szintén ilyenek, akiknek transzferencia közvetítő erejük, képességük van, tehát mivel hogy Isten rendelte, ezért Isten felhasználja ezeket az anyagi elemeket, földi dolgokat kegyelem közvetítő erővel, kegyelem közvetítő képességgel. Ugyanezt látjuk a vízkerességnél is, hogy természetes vízbe keresztelkedik meg az ember, de mivel hogy amikor az Úr nevében keresztelik meg az emberek, vagy merítik alá az emberek a megtérőket, akkor természetesen abban a szent cselekedetben, szent eseményben a vízben való alámerülés kegyelem közvető erővel bír. Nem mágiáról beszélek, hanem Isten ezt a cselekedettel együtt működik, és kiárad Istennek a kegyelme azokra az emberekre, akik Jézusnak a halálába merítkeznek vele. Na most, Biblia azt mondja, ne vigyél be átkozott dolgot az otthonodba, hogy átkozott ne légy. Meg vagyok róla győzve ilyen varázsló ruhát, amely jelek igazából a ruházat, egyébként is mindig jel. Az funkciója szempontjából egy elkötelezettséget jelent, és nem a jó irányba, hanem a negatív irányban van, bír elkötelezettséggel, és nem jó ilyenekkel játszani. De akkor mondjuk ezzel azt mondod, hogy aki csontváznak öltözik, vagy varázslókalapot tesz a fejére, és varázslópálcával hadonászik, ezek a tárgyak is ugyanúgy, vagy ezek a szimbólumok is ugyanúgy közvetítenek negatív gondolsz dolgokat. Természetesen nagyon sok függ az ember szellemének a erejétől és a hitétől. Igen. Mert
egyikre nagy hatással van, a másikra nincs hatása. Körülbelül azt tudnám neked mondani ezzel kapcsolatosan, amit Pál apostol kifejtett az 1 Korintus beliekhez írt levélben, a 7. fejezetben, 8. fejezetben, hogy a bálvány imádódásra szentelt húsból egyenek-e, illetve részt vegyenek-e a lakomák a keresztények. Tudod, az volt régen a szokás, hogy feláldozták a pogányok a saját istenüknek, és nagyon sok hús megmaradt ilyen áldozati napkor, és az megmaradt áldozati húst lakomákon töltötték el, és például keresztényeket is meghívtak, hogy vegyenek részt a lakomákon. És ezzel kapcsolatosan tették fel a Pál apostolnak a kérdést, hogy most mit évőek legyenek, és azt mondja Pál apostol, hogy hát akinek van hite, az tudja nagyon jól, hogy nincs bálvány, és ha elfogadja a meghívást, de nem úgy eszi meg, mint egy bálványnak áldozott húst, hanem megáldja, és megszertelődik. De viszont akinek a hite gyenge, vagy a lelkiismeretét gyengévé tette a bálványimádás, már abból a háttérből jön, annak például nem ajánlja a Biblia. De nem ajánlja természetesen a erős hitű embereknek sem, sőt azokat figyelmezteti, hogy vigyázzanak arra, hogyha vendégeskednek ilyen helyen, nehogy már megbotránkoztassák azokat, akiknek a hite gyenge, mert ők is elkezdenek járni ilyen vendégségre, ők meg viszont el fognak kávozni. Hát meg nagyon nehéz. Tehát ezért nagyon nehéz megmondani, hogy amire te utaltál, hogy azoknak milyen szellemi negatív következményei vannak egy illetőre vonatkozóan, és milyen mértékű. Talán ezért jó a teljesprevenció. Általánosságban igaz, hogy ahogy Pál apostol mondja, ami gonosznak látszik, attól őrizkedjenek. Igen, tehát jobb a megelőzés, mint a utólag. Igen. Ugye a gyerekeknél meg talán még veszélyesebb ez, hiszen egy gyermek nem feltétlenül tudja szelektálni, vagy nem tud olyan erősen ellenállni ezeknek a... Hát a gyerekekben nagyon erős, hát legalábbis én az unokáimban látom, hogy nagyon erős az empátia képesség, és gyakran ebben nincsen bölcsesség. Ami megragadja őket, az a teljes mértékben egybefordnak, tehát ki, mert az empátiában ugye a lélek az kijön az embernek a természetes állapotába, és ami létrehozza az élményt, abba a lelke úgymond belemegy, és azonosul bele. És ezért a gyerekeknek a esztétikai élményeire, meg az ilyen filmélményeikre, mesefilmekről szedett élményeire, azért szerintem bőrs dolog, hogyha szülők odafigyelnek. Beszéltünk a halott kultuszról, a gyászról, a kereszténységről és a hitről is, és akkor egy újabb témát nyitnék meg, ez pedig az ateizmusnak a kérdése, mert hogy egyrészt ott van ez az okkult erő, amit nagyon sokan nyíltan vállalnak. Aztán ott van a kereszténység, ahol azért már több a kérdőjel, de szerencsére azért a világban van egy erős keresztény mag, akik szintén vállalják a hitüket, és vannak nagyon sokan, akik meg magukat ateistának vallják, szintén nagyon bátran vállalják ezt, és sok esetben intéznek támadásokat többek között a kereszténység ellen. Egy cikkből idéznék, Richard Dawkins, a világ egyik leghíresebb ateista gondolkodója, azt mondta, hogy Isten tartja vissza az embereket attól, hogy rosszak legyenek, hiszen az emberek a vallás nélkül szabadabban bűnöznének, hiszen azt hinnék, hogy Isten többet nem nézné, hogy mit tesznek. Nagyon érdekes mondatok egy ateista professzortól. Igen. Az Isten létezését moralitás alapon is lehetne igazolni. Úgy látszik, ő egy természettudományos alapon gondolkodik, és ezért nem következtet arra, hogy ez pontosan azért van, például az erkölcsi törvények a szükségessége, ha jól értem, erre utaltál, hogy a moralitás az bír konzerváló erővel, és a társadalomnak a morális, de nem csak morális, hanem minden területen zajló romlását korlátozza. Ez egy egyértelmű, objektív történelmi tapasztalat, minek nagyon örülök,
hogy ateista emberek is ezt felismerik és hangoztatják. De hát ez számomra pontosan azt igazolja, hogy van törvény adó. Mert ha az emberek maguk találták volna ki az erkölcsi törvényeket, akkor nyilvánvalóan nagyon nehéz elképzelni, hogy olyan törvényeket alkottak volna, amely a önkorlátozásra vagy a romlásnak a korlátozására alkalmas lett volna. Tehát én ezért éppen pontosan az erkölcsi törvénynek a transzcendens eredetét látom ebben bizonyítva, mert ha, ahogy ő mondja, hogy az ember az erkölcsi törvények nélkül, ha jól látom, vagy jól értem, amit felolvastál, ő azt gondolja, hogy szinte korlátlan, gátlástalan lenne az emberi bűnelkövetés. Igen. Nem, ugye? Igen, abszolút ez a lényeg. Ez sugar. Na de akkor felteszem a kérdést, akkor hogy létezik az, hogy közel 3500 éve a világ, vagy legalábbis a világban, elsősorban a zsidóság, de több nemzet is, ismer egy olyan erkölcsi törvényt, amelynek pontosan az a funkciója, hogy az ember bűnözésének, romlásának határ szabjon, korlátot szabjon. Tehát, hogyha az ember így szereti a bűnt, ami igaz, ez benne van az, úgymond az embernek a vérében, akkor én nem tudnám elképzelni, hogy ilyen, mint a 10 parancsolatot képes lett volna az ember saját magának alkotni. Nem tudom, hogy érthető-e, mit mondok. Igen, igen. Ugye az a nagy kérdés... Tehát ebben én egy ellentmondást látok, hogy elismeri, hogy korlátozzák, de akkor kihozta létre ezt az erkölcsi törvényt. Ugye nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy mert hogy az embernek van belső lelkiismerete, de akkor tovább mennék, kihozta létre az ember belső lelkiismeretét. De hát hogy van embernek lelkiismerete, de hát azt mutatja, ő is mondja, hogy az ember nem figyel, vagy nem figyel a lelkiismeretére, vagy rosszul működik a lelkiismeretére. Vagy nyilván az ember attól tart, hogyha átlépi azt, ami a lelkiismeretében megfogalmazott, akkor valami fajta ítélet, Isten ítélet jön rá. Hát Pál apostol ugye beszél arról, hogy az ember a lelkiismeretének a működését úgymond hatályon kívül tudja helyezni, tehát működésképtelenné tudja tenni. Tehát olyan messzire elmegy a bűnbe, hogy működésképtelen lesz a lelkiismerete. Vagy pedig olyan hamis, hazug elméleteknek, tanításoknak vagy vallásoknak a követője lesz, hogy a lelkiismerete nem az igazságosság alapján működik. Hát látjuk, hogy vallásos emberek tudnak tömeggyilkosok lenni, és úgymond a lelkiismeretükre hallgatta, de nyilvánvalóan ez a lelkiismeret gonosz, nem az igazságosság alapján működik. Tehát a lelkiismerettel nagyon sok probléma van. Tehát a lelkiismeret az nem abszolútum és jó testőre az embernek. Olyan embereknél jelzi a törvényszegést vagy a bűnnek az elkövetést, akiben már benne van a bűnnek vagy a erkölcsi törvények az ismerete. Hát pontosan az első korszakot azért nevezzük lelkiismereti korszaknak, mert nem volt törvény. Az emberek a lelkiismeretükre voltak hagyatkozva. De mi lett ennek a korszaknak a végterméke? A hamásznak, ugye ez egy héber kifejezés, az erőszaknak az elterjedése, és az ember természetének a degenerációja, hibridáció. Tehát akkor ez azt bizonyítja... mutatja, hogy hogy az ember, ha nincs állam, nincsenek erkölcsi törvények, nincsen tekintélyi rend, akkor az embernek a bűnözését szinte semmi nem korlátozza. A farkas törvények uralkodnak. Tehát akkor az erősebb legyőzi a gyengébbet. De akkor mondhatjuk azt, hogy van az embernek a belső lelkiismerete, illetve van valami olyan fajta isteni törvény, ami a világot kívülről összetartja? A kettő ugyanaz. Uh-huh. Tehát eleve Isten az egész univerzumban törvényt helyezett, de ennek a törvénynek egy kinyilatkoztatott formáját eleve teremtéskor valóban belehelyezte az embernek a szellemébe, lelkiismeretébe, de Pál apostol világossá teszi,
hogy mivel hogy az emberek ismerték Istent, de Istennek hálát nem adtak, ezért barnataggá váltak, és a szívük megsötétedett. Na most a szívnek a megsötétedése, az tartalmazza a lelkiismeret megsötétedését, mert a lelkiismeret az valójában nem a léleknek a működésére utal, ugye magyar kifejezés egy kicsit megtévesztő, vagy nagyon, hanem az ember szellemének a működését jelzi, de amely az embernek a szelleme ugye egész személyiségünket kontroll alatt tartja, ellenőrzi a cselekedeteinket. De hogy ellenőrzi a cselekedeteinket, a életpályánkat, életvitelünket, befolyásolja, hogy a szellemünkben milyen ismeret van. Eleve a szellemünk kap ismeretet már a megfogantatásakor, de ez az ismeretet sajnos a nagyon sok kultúra, civilizáció, szocializáció, az embernek a kulturális vallási háttere tönkreteszi. Hát így a beszélgetés végéhez érve, egy újabb hallgatói kérdést szeretnék beolvasni, amely így szól. Tisztelt német Sándor lelkész úr, szeretnék érdeklődni, hogy lesz-e szombaton halottak napja ellenére istentisztelet a Gyömrői úton? Hát persze, persze lesz istentiszteletünk, és bízok benne, hogy egy nagyon tüzes, dinamikus Isten imádás és dicsérete fog megtörténni, ismételtem a Gyömrői úton a Hitparkban, mert újra ismétlem, hogy az Istenünk nem a halottak Istene, hanem az élők Istene, és az élőt nem a halottak között kell keresni. Jézus sírja üres maradt. De akkor és természetesen meg kell adni a testnek azt a tiszteletet, ami megjár neki, de nagyon fontos emlékeznünk Jézusra, aki föltámadt, és várni azt, hogy eljöjjön az Úrnak az a napja, amikor a szenteket magához veszi, az elköltözötteket pedig föltámaszza. Hát ebben reménykedünk, és ezért is nagy öröm, hogy ezt elmondtad nekünk itt ebben az órában, talán ezben a szomorú, borongós időben sok hallgatónk nyert a beszélgetésből reménységet. Németh Sándor, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen, de erre a mondatodra úgy akarok reagálni, mint Pál apostol mondott búcsúzóról, hogy ismét mondom, örvendezzél, örüljél. Akkor most jöjjön egy vidám...